Mi mindig jól érezzük magunkat, hogyha ezt gondolod, hogy mi építettük Magyarország nagyobb közönséget, akkor az megtisztelő. Az kétségtelen tény, hogy a negyedik, ötödik generációváltáson is túl vagyunk. Örömmel látjuk azt, hogy a hat éves kislánytól az idősebb emberekig járnak tankcsapdára, de egyébként ez egy ilyen célunk is volt, mert mi nem féltük azt hangoztatni, hogy mi az embereket szeretjük összehozni, és kortól, nemtől, nem identitástól, hovatartozástól függetlenül az embereket szeretnénk összehozni, mindig egy jót bulizni, mindenki hagyja kívül a bánatát, vagy a bármit, amit gondol, és fogjunk össze, és mindenki jól érezze magát a tankcsapda bulikon. Azt gondolom, hogy ezek szerint ez az üzenet átment az embereknek, és hála Istennek, ez e felé robogunk tovább, mert egyébként az egész túrin az volt a jellemző, tényleg, hogy az első sorokban olyan fiatal embereket, olyan fiatal kislányokat látunk, annak ellenére, hogy már Laci is, én is túl vagyok az 50-en, hogy tényleg ez csak azt tudom mondani, hogy köszönjük szépen, hogy ezt így az emberek így fogadják a mai napig. Az a helyzet, hogy ha valaki azt csinálhatja, amit szeret csinálni, és ezt ráadásul évtizedeken keresztül csinálhatja, mint ahogy mi a zenét, ráadásul ilyen szinten, ilyen színvonalon, úgy értem, hogy ilyen körülmények között, ilyen tényleg ennyi ember támogatását élvezve, akkor azt gondolom, hogy ennél sokkal többet nem lehet kívánni, maximum csak azt, hogy ezt tartsa meg jó sokáig. 2-3 évesen kétségtelenül a szüleim elmeséléséből tudom, mert nem emlékszem rá értelemszerűen, hogy énekeltem már a 100 főnök 50 a felét a korabeli brigád gyűlésen, ugye az emberek hitták a bort, én meg az asztal közepén táncoltam. Nyilván akkor még nem gondoltam arra, hogy én ezt szeretném csinálni. Az ember 2-3 évesen nem gondolkozik ilyesmény szerintem. Az kétségtelen, hogy amikor tinédzser voltam, akkor már egyértelmű volt számomra, hogy ezt szeretném csinálni, és mind a mai napig ezt is csinálhatom. Ezért is mondtam az előző kérdésedre válaszul, hogy ha valaki azt csinálhatja évtizedeken keresztül ráadásul, amit szeret, és ezt megbecsülik anyagilag, erkölcsileg, mindenféle értelemben, akkor ennél sokkal többet nem igen kívánt az ember saját magának. Tudjátok, azt szokták mondani, hogy jobb későn, mint soha. Így aztán a tegnap a vihar miatt a ma estére áthelyezett bulin a színpadon, itt Kazinc Balcikán, a Kolonszuti színpadán. Ez itt Debrecenből, tudjátok, a három rajmú drogcsempész. A szertendő szia, tankcsapda! Mindenféle púder meg túlzás nélkül azzal kell, hogy kezdjem, hogy nagyon-nagyon köszi mindenkinek, aki a vasárnap késő óra ellenére itt van ma este velünk, akkor is a megy holnap melózni, meg ilyesmi szóval. Tényleg, hálásak vagyunk nektek, srácok! Mi mindig a pozitív oldalra gondolunk, illetve az, hogy adott szituációból a legjobbat hozzuk ki, úgyhogy nem hiszem, hogy nevesíteni kéne a problémáinkat, nem is a közönségre tartozik. Igazság szerint jövő évre koncentrálunk, 35 éves lesz jövőre a zenekar, mindenféleképpen szeretnénk ezt kellőképpen megünnepelni, és hát ugye azt is mindig hangozhatjuk, hogy a tankcsapda nem egy önismétlő zenekar, tele vagyunk ötletekkel, hogy milyen jubileumi dolgokkal jöjjünk a közönségünknek, úgyhogy a legfontosabb az, hogy ezekre a dolgokra koncentráljunk. Ez csak egy a zenekar 34 éves fennállás alatt jó néhányszor játszottunk az Kazinc Balcikán, nem túl sokszor, de azért elég sokszor ahhoz, hogy a régmúltban is úgy értem, hogy vannak értelemszerűen jó élményeink, meg jó emlékeink. Volt itt olyan koncert, ami helyi műfázban történt, voltak fesztivál, kisebb-nagyobb helyszínen történő bulik. Az egyik példa, amire szívesen emlékszünk a sok egyéb dolog mellett egyébként,
az éppen most a buszban is felemlegettük, 2018 tavaszán csináltunk egy B-oldal nevű turnét, ahol kimondottan olyan számokat játszottunk egész este az egész turnén, ami nem a zenekarnak az ismert dalait tartalmazza, hanem ilyen, ahogy a cím is mondja, B-oldalas dalokat, ha úgy tetszik. És annak a turnénak itt volt az utolsó állomása, itt Kazincbarcikán is tök jó buli volt, egyébként az egész turné az volt, de az itteni koncert, miután turné záró koncert volt, még inkább emlékeztes marad értelemszerűen. Világ gondja, az élet súlya, a világ gondja.